A Bátaszéki Gondozási Központ újabb gyűjtési akciót hirdetett. A tanév közeletében nagyon sok családnak jelent nehézséget az iskolához szükséges papírírószerek megvásárlása, ezért minden olyan használt, de még jó állapotban lévő eszközöket elfogadnak, amiket aztán a rászoruló családok részére továbbítani tudnak. Itt mindenféle új vagy használt, de jó állapotú zsírkréta, körző, ceruza, füzet, iskolatáska, tiszta állapotban nyilván, úgyhogy ezeket is még várjuk sok szeretettel. Nagyon sok családnak tudnánk segíteni, tehát a mi látókörünkben Bátaszéken azért több tíz család van, akinek sajnos problémát jelent az, hogy mindegyik gyereküknek megfelelő mennyiségű és minőségű tanszereket vásároljanak, úgyhogy nagy segítség lenne számukra ez, hogy ilyen felajánlásokat kapnak. Próbálunk egységes csomagokat készíteni, meg hát igény szerint ugye vannak felsősök, vannak alsós gyerekek, és az szerint elkészíteni ezeket a csomagokat. A papírírószer gyűjtése párhuzamosan egy másik akció is folyamatban van, ami nagy sikernek örvend. Itt konyhai eszközöket és háztartási kellékeket lehet felajánlani a nehéz helyzetben lévő családok részére. Idén második alkalommal szeretnénk ezt megrendezni. Az első annyira sikeres volt, hogy ilyen fél óra alatt elvittek mindent, pedig aztán jó sok mindent sikerül gyűjtenünk. A második gyűjtésnek nem tudjuk még a pontos időtartama, vagy a pontos idejét, augusztus 31-ig gyűjtjük ezeket, úgyhogy még várjuk ezeket a felajánlásokat hétfőtől csütörtökig 8-tól 4-ig, és pénteken pedig 2-ig. Tulajdonképpen bármi jöhet, tehát a befőttes üvegtől, a szitán keresztül, a szűrőig, kanalak, tányérok, edények. Az a lényeg, hogy tiszták és viszonylag azért jó állapotúak legyenek. A Covid időszak az elmúlt 2 év alatt nagyon nem tudtunk ugye mit csinálni, illetve hát számos korlát volt, ami miatt nem tudtunk mindenféle eseményünket megrendezni. És akkor találtuk ki, mert azért jött az ügyfeleinktől az igény, hogy hát nincsenek otthon ilyen felszereléseik, hogy akkor gyűjtsünk csetreseket. És mint mondtam, ennek nagyon nagy sikere volt már, úgyhogy már kérdezték, hogy mikor lesz a második, a harmadik, már a negyedik ilyen is, de hát meg kell válni nyilván, ameddig egy nagyobb mennyiség összejön, mert nagyon hamar elmennek ezek. A tanszereket és a konyhai eszközöket Bátaszéken a Budai utca 21-ben fogadja a gondozási központ hétköznapokon.